Akkor a következő, hát a nagy negatívum a dilinke. Szerintem ezt nem kell magyaráznom egyébként, tehát ez egy teljes káosz lesz. Ez, tehát igazából ilyen 11-12%-on volt mindig a dilinke, 2007-ben alakultak meg, és most gyakorlatilag az 5%-os küszöb alatt tengenek, lengenek 4%-kal. De lehet, hogy 4%-os küszöb van németeknél, de hogy éppen bejutnának majdnem. És hogy akkor miért? Itt ugye ez a 17-es megoszlás, ugye azért látszik, hogy a volt NDK területein szavaztak főleg a dilinkére, illetve a Szárvidéken. Ez egy ilyen erősen valós terület, illetve nagyobb városokban voltak bázisaik. És hát ezt sem kell szerintem magyaráznom. Tehát gyakorlatilag amit mi itt szűk körben a magyar új baloldalon, vagy nevezett új baloldalon, vagy pesti balos közegben megéltünk, azt így a dilinke így eléggé nagyban lejátszotta. Nem fogom végig sorolni, ez szerintem így azért videóban is remélhetőleg fog látszani, tehát hogy ennyi féle dolog megosztotta, és meg is osztja a dilinkét, és gyakorlatilag így ki lehet, minden ember így kiválogatja magának, hogy éppen ezekben a kérdésekben hol áll. És ehhez még társul 10 darab különféle platform.